Törött üvegek, rengeteg hulladék. Ez a látvány fogadja azokat, akik elsétálnak a Dunói Városi Zöld Esztéká mellett. Az üresen álló épületben egyre rosszabbak a körülmények. Már a patkányok is megjelentek. Ez már egy hosszú távú probléma, ugyanis, mint tudjuk, itt magánjogi viták vannak, hogy ki a tulajdonos, honnan származik. A tulajdonosok nem foglalkoznak vele, rengeteg patkány, illetve hajléktalan található az épületbe. Ugye, ami közegészségügyileg elég problémás, ugye a városlakók folyamatosan jelzést adnak az önkormányzat fele, ugye ennek a körzetnek van körzeti képviselője is, jó magam is, ugye ennek a hatosszámú választókörzetnek a megbízottja vagyok, és én ezt megkaptam feladatként, és úgy gondolom, hogy a városlakók miatt is, illetve minden egyéb miatt fontos erre valamit lépnünk. Az önkormányzat a helyzet javítása érdekében felvette a kapcsolatot egy rágcsáló írtó céggel, akik azonnal nekiláttak a munkának. A rendelőintézet közvetlen környékén számos írtószert helyeztek el. A méreg ezekben a zárható dobozokban van, amelyek teljesen biztonságosak, így megfelelő eszköz nélkül nem lehet kinyitni őket. Gyakorlatilag maga a szerelvény, amiben ezeket az írtószereket kihelyezzük, ezek zárhatóak. Bent egy speciális terelőlemez van benne elhelyezve, aminek az a lényege, hogy sem gyerekek, sem pedig felnőttek ne tudjanak hozzáférni a benne lévő írtószerhez, és egy plusz védelem, egy Bitrex nevezető anyag van az írtószerhez hozzákeverve, ez úgynevezett keserű íz. Ez azt jelenti, hogy mind a házi állatok, mind pedig az emberek számára maga az írtószer fogyaszthatatlanná válik. Közben egyre több lakó panaszkodik a zöld esztéka állapota miatt. A DSTV által megkérdezett emberek bíznak abban, hogy hamarosan végleges megoldást találnak a problémára. Nagyon nagy a bűz meg az ilyesmi. Hát igen, a város gondolom összefog, vagy ilyesmi, hogy picit azért helyre hozzák, vagy valami, vagy hogy újraépítik, vagy lemondják, azt nem tudom pontosan, de egyébként jó lenne, mert már nagyon gyanús nekünk is a dolog, hogy azért hát napról napra romlik az állapota, és azért a város büszkesége volt, tehát ugyanis így gyógyították az embereket, ezt köztudott. Az önkormányzat szerint az épületet őrizni és lezárni kellene. De addig, amíg nem sikerül felvenni a kapcsolatot a tulajdonosokkal, a további intézkedések még váratnak magukra.